Szemkápráztató cirkuszi mutatvány tárult elénk vasárnap délelőtt az Icsi-ligetben. A Csoda a te kezedben van című műsor által a látogatók kipróbálhatták a cirkuszi eszközöket, és részévé válhattak az artista parádénak, a mutatványok varázslatának a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ által, de meg annyi más érdekesség is várta az itt élőket és a turistákat. Kézműves foglalkozások, illetve a gasztrobusz, ahol lehet kóstolgatni finomabb ételeket. A hátunk mögött a Hagyományok Háza tart kézműves foglalkozásokat. Az említett gasztrobusz éppen a királynapok első napján debütált országosan is. Itt hungarikumokat kóstolhattak a látogatók egész nap. A kolbász és a tepertő természetesen nem maradhatott ki a konyha művészeti repertoárból, de az itt kötött barátságok, ismerkedés sem utolsó szempont akkor, ha a magyar gasztronómiáról van szó. Büszkék vagyunk arra, amit közösségben tehát készítünk el. Szerintem ennek így, akár legyen ez gasztronómia, legyen bármilyen olyan készítmény, így van a legnagyobb értéke. És ami még nagyon fontos, tehát a világban ide érkező kedves vendégek ismerik ugye a gulyáslevest, ismerik a töltött káposztát, a gundelpalacsintát, a dobostortát, de amikor kijönnek helyben, akkor itt lehet velük egy kicsit beszélgetni, meg lehet nézni ezeket a csodálatos kerámiákat, amiben tehát ugye vannak tálalva, vagy akár tehát kínálva is ezek a termékeket, tehát érdemes a magyar gasztronómiát kóstolni és művelni is. Éppen úgy, ahogyan a zenés programokat is. Igaz, a muzsika élvezetes dallamai főként a fülünket és a szívünket melengetik. Pontosan ezért vált ki nagy érdeklődést kultúránk ezen része is a nagy közönségből a királynapok ideje alatt is. A gyerekprogramok, az óriás bábokra nagyon kíváncsiak voltunk, és tegnap voltunk ugye a Fúvósoknak a koncertjén, azt nagyon-nagyon vártuk, azt minden éve megnézzük, már vele is. És akkor tegnap te is ott voltál. Mire emlékszel, milyen volt? Az, hogy szuper volt. De a kreatív foglalkozást is érdemes volt kipróbálni a ligetben vasárnap. Ez egy fonott karkötő. És hogyan csináltad? Hát csak szépen fontam, úgyhogy felén fordítottam, ahol az üres lyukat, és a harmadikat pedig így az üres lyukba beleraktam. És amikor kész volt a csomó, akkor így lehúztam. Egészen estig várták a kíváncsi, alkotni vágyó gyermekeket a zenepavilon mellett, ahol egyébként már vasárnap délelőtt különleges dallamokkal, táncműsorral ajándékozták meg az erre járókat. A kicsik produkciójában mondókák, dalocskák, sok játék kapott helyet. Az Alba Régia Ami és a Szette Vette zenekar közreműködésével. Az esti órákban pedig Sebő Ferenc és Sós Réka is muzsikált a zenepavilonban.